nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start, elindult a nap első futama, és nagyon jól kezdett Nagy Ferencék lova, Samu az első, és nagyon-nagyon erős tempót diktálva elment vezetni. Mögötte ott van Typhoon. Samu előnye már 20 méterre tehető, jól kezdett egyébként Tierra Boss a harmadik helyre ül be. Swarovski nem fog nyerni, nem fog duplázni, mert elugrotta magát, és késik a versenyből, a hajtó azonban jól viszi ki a mezőnyből, és majd kívül tudja parírozni. Samu tehát nagyon erős tempót diktált Nagy Ferenc kettővel is már az első egyenesben jár, miközben eléggé szétszoródott a mezőny. Samuval ketten tartják a lépést, a többiek igencsak hátul. Typhoon van a második helyen, illetve a harmadik pozícióban pedig Tierra Boss színeit látom, tehát a 3-4 favoritból ketten ott vannak. Hibázott Typhoon, senkitől sem zavartatva a második pozícióban is ki fog esni a versenyből. Váratlan hiba, ez Typhoon kiesését jelenti. Följebb tudott zárkozni azonban Tücsök, már ott van a negyedik helyen, és jól tartja magát Shake Up, valamint Texas Earl. Shake Up Kuro Norbert legutóbb gyors versenyben remek formát futott, most azonban még messze a vezető lótól, de már ott van a harmadik helyen. 1000 méter van még hátra a versenyből, és Samu tele kézből üget. Nagy kérdés, hogy Samu tudja ezt a tempót tartani. Samu minden esetre darabokra, ízekre szedte a mezőn. Samuhoz azonban most már közelít a favorit Tierra Boss. Samu Tierra Boss külön versenyt fut a harmadik pozícióért. Shake Up, illetve Texas Earl csatázhat majd némileg, illetve ott van még Tücsök a vezető lovak mögött. A többiek már igencsak háttérben helyezkednek. A túlsó oldal közepén járunk, és továbbra is Tierra Boss, illetve Samu diktálja a tempót. Elsősorban Samu az iránfelelős, mögött azonban most már ott van Tierra Boss, és megindult Tücsök, és a Tücsök hátán pedig ott van Shake Up. Jönnek a lovak most már az utolsó 500 méterre, Texas Earl is késett, tehát egy jó esélyű ló, egészen biztosan nem tud pénzdíjas helyen célba jönni. Rock and Roll azonban ezt megteheti, Samut időközben utolérték a többiek. Most már egyértelműen Samut támadja a favorit Tierra Boss, mögötte pedig jó versenyt fut Shake Up, aki papíron remek esélyt képviselt, mögöttük pedig ott van Tücsök. E három ló csatázhat, illetve a fáradó Samu. Jönnek a lovak most már a befutó egyenesre, és egyértelműen Tierra Boss a leggyorsabb. Tierra Boss az első, és jön Shake Up. Shake Up még elkaphatja Tücsök, ott van a harmadik helyen, Samu visszacsúszik a negyedik helyre. Tierra Boss és Shake Up. Tierra Boss fogja nyerni a versenyt. Tierra Boss, Shake Up, Tücsök, ez az első három lósorrendje. Samu teljesen elbizonytalanodik a végére, így aztán Rock and Roll lehet majd a negyedik. Start, elindult a nap második futam a szép tevődíj. Nagyon jó startot vett az egész mezőny, többek között tartozó, aki nagyon gyors helyből, és mellette pedig jó pozícióban látom Rabatot. Rabati a fal, tartozó pedig bemegy majd mögé a falra. Rabat, tartozó, Saxikó Lezsett és Timoteo, ez az első négy lósorrendje. A vezető lovak hiba nélkül jöttek el, mögöttük a vezető lovak, mögött pedig San Francisco színét látom, mögöttük az istállótár sziklaszért a mezőny végén, svéd baráti Spartacus próbál majd följebb zárkózni. Timoteo második pozícióban maradt, és itt az első egyenesben fog majd gyorsítani, vélhetően a vezetést is átveheti a vezető lovaktól. Rabat minden esetre vezet, Rabat mellé pedig most már megérkezett Timoteo. Rabat, Timoteo az első két ló sorrendje, Rabat kézből gyorsít, így aztán Timoteo nem tudja elvenni a vezetést, benn a falon jól tartja magát tartozó, tartozó mellett Saxikó Lezsett, majd benn a falon San Francisco. Összességében remekül együtt az mezőny, és ami jó hír, hogy nincsen hibázoló. A mezőny utolsó harmadában versenyez Oregon, a mezőny pedig svéd barát zárja. 1100 méter van még hátra a versenyből, és kettesogatókkal rendeződött most már a mezőny, az élen továbbra is Rabat.
Rabat az első mellette, Timoteo, Rabat, Timoteo és tartozó, ők hárman az élen, Saxi Kolezsett a második kettesokat külső tagjaként versenyez, majd jön San Francisco mellett pedig most már egyértelműen Spartacus színeit látom a mezőny végén továbbra is sziklaszírt. A túlsó oldal közepén vannak most már a lovak, és nagyon szépen együtt 20 méteren belül az egész mezőny a vezető lovat megpróbálja Timoteo megtámadni, de Rabat egyelőre ezeket a támadási kísérleteket kézből vissza tudja verni. A vezető kettesokatnak van most egy olyan jó másfél hosszas előnye. Jön az utolsó 500 méter, és Rabat még mindig kézből vezet mellette Timoteo. Rabat, Timoteo, tartozó és Saxi Kolezsett, ez az első négy ló sorrendje. Spartacus szépen megjelent ott az ötödik helyen San Francisco mellett a mezőny végén. Oregon csúszott vissza, és jön Saxi Kolezsett, és hibázik a időközben sziklaszírt, amikor a lovak most már ott vannak a kanyar külső, dúlsó kanyarnak a kijáratánál. Átveszi most már a vezetést talán Timoteo, de nála is gyorsabb Saxi Kolezsett. Saxi Kolezsett korábbi formáit, az évelei formáit hozhatja, és ez egy biztos győzelem lehet majd a végén. Saxi Kolezsett vezet, Saxi Kolezsett nyerheti a versenyt, Timoteo ismét jön és visszatámad. Saxi Kolezsett, Timoteo a harmadik helyért, egy nagyon szép küzdelem, a végén San Francisco a harmadik, a negyedik pedig Spartacus. Start elindult az amatőrök versenye. Az egyik favorit, Rendiliát, több mint 100 méterrel kimaradt a startautó mögött. Valamiért csökkentett a hátrányából, de a start pillanatában is igencsak nagy volt a hátránya. Onyx M kezd hibával, pedig jó startot vett volna, még Rafael SM a startautó mögött hibázott még. Így aztán napraforgó maradt az élen, és előnye 4-5 hosszra tehető Rustic Razival és a mezőnyel szemben. Az élen tehát napraforgó Rustic Razi, majd Carpe Diem, ez az első három ló sorrendje, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. Jön Majagol és Utrillo Damour, ők alkotják a közvetlen élmezőnyt, még a vezető lovak mögött Oron Flying színét látom, illetve még Rubino Team a középmezőny tagja, amikor a lovak már az első egyenes közepén járnak, és a vezető lovakhoz még Orient Boy próbál följebb zárkozni, aki szintén favorit, és már ott van a negyedik, ötödik hely környékén, amikor a második körre fordult a mezőny. A startót a napraforgó vezet, mögötte pedig Rustic Razi. Napraforgó, Rustic Razi, Carpe Diem és Orient Boy négyese. Ők négyen diktálják a tempót. Lipasorban üget az első négy helyezett ló. Rendiliát időközben megérkezett, és most már a középmezőnyben halad, de hát ekkora hátrány nem lehet föladni egy ilyen jó erőből álló mezőnynek. A lovak túlsó oldalra fordulnak, és napraforgó továbbra is vezet. Tartja ezt a másfél-két hosszas erőnyét Rustic Razival szemben. Napraforgó, Rustic Razi és Carpe Diem, ez az első háromló sorrendje. Majagol hibázott időközben, és ki fog esni a versenyből. Már a hatodik helyen van Rendiliát, mi lett volna, ha jó startot vett volna. Rubino Team pedig ott van még a közvetlen élmezőnyben, amikor még mint egy jó 700 méter van hátra a versenyből. Napraforgó a startúta vezet, mögött azonban Rustic Razi vár a támadás, a legmegfelelőbb támadási pillanatra, és Orient Boy is most már mintha elindítja hosszú hajráját. Napraforgó, Orient Boy és Rustic Razi, ez az első három ló sorrendje, mögöttük két-három hosszal érkeznek majd a többiek. A kanyar közepén járnak már az élmezőny tagjai, Carpe Diem ott van a harmadik, negyedik helyen, majd mögöttük Rubino Team, és jön Rendiliát. A lovak most már a befutó egyenesben járnak, és tízessel Orient Boy egyértelműen vezet, őt megtámadja Rustic Razi. Orient Boy és Rustic Razi kettőse csatázhat a győzelemért, napraforgó teljesen elfáradt. Orient Boy még elől van, jön Rustic Razi, Orient Boy tartja ezt az egy másfél hosszas előnyét. Orient Boy, Rustic Razi, ez az első két ló sorrendje. A harmadik helyért is némi küzdelem, napraforgó megőrzi a harmadik helyét Carpe Diem-mel szemben. Start elindult a Lady Flame díj, a szlovén favorit Odile Griff nem fordult igazán jól, és Riz Premier is elég gyengén fordult, így aztán a nagyon gyors Lali király már le is dolgozta a 20 méteres hátrányát Odile Griff-fel szemben. Lali király már vezet, Odile Griff mögött a második, majd jön Principessa Ovi, mintha Slavic-sel ez az első háromló sorrendje, Libasorban üget a hatlovas mezőny, és Riz Premier úgy tűnik, hogy most már talán egyenesben van, és akkor megkezdi a zárkózás, Merlino Griffet próbálja előzni. Lali király elment két-három hosszal vezetni, amikor a lovak már a kanyar közepén járnak. Lali király, Odile Griff, majd jön Principessa Ovi, őket követi a negyedik helyen a laborálás után visszatérő Offenbach Bigi, aki kitűnő idővel próbafutamozott a múlt héten. A lovag az első egyenesben járnak, még mint egy jó 1300 méter van hátra a versenyről, Riz Premier és Merlino Griff a mezőny végén alkot kettesokat, miközben az élen Lali király két-három hosszal vezet.
1200 méter van még hátra a versenyből. Lali Király, Odil Griff az első két lósorrendje, nincsen mögöttesen változás, tartja a harmadik helyét Principessa Ovi, majd jönnek Offenbach, Biggie Merlino, Griff és Rész Premier színei. A verseny középső szakaszában utazik a mezőny, talán csak annyi változás, hogy Rész Premier egy hosszabb hajrát fog majd indítani, és szépen lassan a kanyarban megkezdi a zárkózást. Most már ott van Offenbach, Biggie mellett, és Merlino Griff csúszott vissza a mezőny végére. Két hosszal még mindig vezet Lali Király. Lali Király gyorsan ledolgozta 20 méteres térhátrányát Odil Griffel szemben. Odil Griff a lovaséle sprinter kupában egy gyors versenyben kiváló időt 13.6-ot ügetett. Most egy teljesen más versenyt látunk. Ennek ellenére megnyerheti a verseny, de most úgy tűnik, hogy sokkal nehezebb dolga lesz, mert nagyon jól futnak a magyar tréningből futó lovak. Azonban sok van még hátra, jön az utolsó 5-600 méter, és Fazekas Imre most indítja el a favoritot, Odil Griffet. Más sebességi fokozatra kapcsoló Odil Griff, Lali Király pillanat alatt elfáradt, és Odil Griff hátán pedig jön Principessa Ovi. A két szlovén ló most már úgy tűnik, hogy kiválik a mezőnyből, és egymás között dönthetik el ezt a versenyt. Lali Király teljesen elfáradt, és jön majd Rész Premier, Merlino Griff és Offenbach Biggie, őt fogják megtámadni. Még mindig Odil Griff elől. Odil Griff Fazekas Imrével első, növeli előnyét Principessa Ovival szemben. A nagy favorit Odil Griff most már egyértelműen vezet. Odil Griff az utolsó 100 méteren nagyon meggyőző. Odil Griff a múlt heti kiváló formáját megközelítve magabiztos győzelmet fog aratni. Odil Griff győz, mögötte második helyen Principessa Ovi, harmadik helyre pedig bejön Offenbach Biggie. Elindult a nyeretlenek versenye, és hibával kezd Csordás Emil kezében To Be Continued, és kiesik a versenyből. Taddeus kezd nagyon jól, és hibázik most már tökéletes. Hát tökéletes rekár volt várni ezek szerint, hiszen hibázott hajtója rögtön lerántotta, ennek ellenére visszacsúszik a mezőny végére. Vezet Taddeus Lakatos Csabával is diktálja a mezőnynek a tempót, eléggé heterogén mezőnyt látunk. Azt nézem, hogy a nagy favorit, topmodell óvatos közepes tartot vett és beült oda a 6.-7. helyére, véletlenül majd itt az első egyenesben fog javítani a pozícióján. Tehát tökéletes és To Be Continued esett ki, és jön ötössel Tündér Rózsa ifjabb dömével, és elindul topmodell. Topmodellt elindítja Juhász Balázs a mezőny első számú kedvencét, és megpróbál javítani a pozícióján. Az élen ügető lovak azonban gyorsítanak, így aztán Juhász Balázs kénytelen lesz majd beülni a falra, hiszen a vezető kettes fogat igencsak gyorsított a tempón. Titanilla jó versenyt fut ifja, jó Róberttel, és mögöttük látom még Tündér Szépét Nagyvári Andrával, ők alkotják a közvetlen élmezőn, majd jön Trotter és jön Tárkány, utóbbival szintén gond volt a start előtt. Összességében elmondhatjuk, hogy eléggé szétszoródik most már lassan az élmezőny is, és átvette Tündér Rózsa a vezetést. Tündér Rózsa átvette a vezetést, előnye másfél hosszra tehető, topmodell azonban most már ott nagyon szorosan mögöttük, és topmodell meg is támadja a vezető lovakat. Hát nem engedték el topmodellt, most lehet, hogy erre fognak ráforagni, hiszen Tündér Rózsa és Taddeus úgy tűnik, hogy kezd azért fáradni, de hát így is nagyon-nagyon elől vannak. Nagyon szétszorodott egyébként a mezőny, ez a nyeretlenek verseny itt a Kincsen Parkban. Topmodell most már elől van, topmodell próbálja átvenni a vezetést, bár ifjabb Döme elég nehezen adta át a falat, hiszen a jó versenyt fut Tündér Rózsa. Tündér Rózsa futása kellemes meglepetés lehet, harmadik helyen Taddeus Trotter pedig ott van a negyedik helyen, többiek már elég messze, Titanilla is kezd most már lemaradni, topmodell pedig most már próbálja növelni az előnyét. Topmodellel lehet, hogy még egy jobb időre is törekszik Juhász Balázs, hiszen próbálja picit bíztatni lovát. Jönnek most már a lovak a befutó egyenesre, a top favorit vezet topmodell. Topmodell az élen, mögötte Tündér Rózsa és Taddeus. A három évesek közül, tehát ők futják most itt a legjobb versenyt. Topmodell realizálhatja jó eredményét, és elindult Taddeus ismét. Taddeus izgalmassá teheti az utolsó 100 métert. Taddeus csökkenti az előnyét, Topmodell még elől van, de jön a cél, és Topmodell vagy Taddeus, és itt a meglepetés! Taddeus megverte Topmodellt az utolsó métereken, Tündér Rózsa pedig a harmadik. Ördöglány kissé kimaradt a startnál, ezért ez egy jobb helyezésébe is kerülhet, viszont hiba nélkül jött el az egész mezőny. Jól kezd Mikes Kálai Zoltánnal, és ő az, aki vállalja magára a vezetést, amikor a lovak már megérkeztek a kanyarba, és Open Nina, valamint Mikes kettőse érkezik a kanyarba. Mikes a falon, Open Nina pedig mellett a második pozícióban, és szépen hiba nélkül érkezik meg a mezőny a kanyarba. A vezető kettősnek olyan 4-5 hosszas előnye van Olisszánnal és Olisszán által vezetett mezőnnyel szemben. Ördöglány a favorit már ott van a negyedik helyen,
a mezőny végén pedig pillanatnyilag úgy látom, hogy visszacsúszott Raffaello, illetve zárkózóban vannak a középmezőnyben Nobi színei. Jönnek most már a lovak az első egyenesbe, és átveszi a vezetést Open Ninával Szennovic Adél. Nem lassul a tempó, így aztán igencsak megnyúlik a mezőny. Open Nina vezet, mögötte jó pozícióban Mikes, Nyilasi Bálint lova ott van a második pozícióban kívül, innen próbál följebb zárkózni, még Raffaello a mezőny végén jelen pillanatban. Benn a falon a negyedik helyen Olisan, mellette pedig ott van Ördöglány, mögöttük pedig ifjabb vereskezében Robi Reeves. Ők öten futnak igazán jól versenyt, a többiek már jóval hátrébb helyezkednek, és hát ott egészen hátul hárman mennek ott egymás mellett, mint valami karuszel a mezőny végén, 40-50 méteres hátrányban kiszakadva Sherwooddal, illetve Raffaellóval. Időközben nincsen változás az élen, mert Open Nina vezet Szennovic Adéllal másfél-két hosszal, mögötte pedig a két kettesokat megpróbálja őt támadni. Úgy tűnik, hogy talán majd Mikes lesz, aki vissza tud támadni a vezető lónak. Elég frissnek tűnik Olisan és Robi Reeves is, és Nyilasi Bálint lova Ördöglány is már támadásra készen, amikor jönnek a lovak az utolsó kanyarba. Vezet még mindig Open Nina. Open Nina az első, most már elég régóta. Open Nina mögött Ördöglány, illetve Mikes, ők indítanak talán elsőként támadást. Olisan, ha ki tud jönni a falról, ő is veszélyes lehet, és Ruby Reeves is ott van a közvetlen élmezőnyben. Hátulról most indul meg Riviera Dream, illetve Rimella. A végén ez egy izgalmas verseny lehet, mert Open Nina azért a finishben verhető. Jön kívül Mikes. Open Nina, Mikes kettőse fordul elsőként a befutóra, és belül, ha lesz útja Olisannak, akkor lehet, hogy ő fog nyerni. Kívül pedig jön Ruby Reeves. Open Nina hiába nem nagy küzdő, ezt a versenyt úgy tűnik, hogy meg fogja nyerni, mert a többiekben sincs már igazán erő. Open Nina még elől van, és az utolsó métereken Open Nina egy picit meg is őriz az előnyéből. Benn a falon Olisan próbált támadni, kívül pedig Ruby Reeves. A végén ez egy izgalmas és szoros verseny volt. Start elindult a nap első futama, 1200 méteres távon jól sikerült az indítás a mini mezőnynek, és úgy látom, hogy Markus vette talán a legjobb startot, és ott van nagyon közel hozzá Kőr is. Nagyon jól együtt az egész mezőny, amikor túl vagyunk az első 150-200 méterre. Markus, Pittes, Prana, Freddie Mercury gyakorlatilag egy vonalban galoppozik a öt ló, amikor lassacskán megérkeznek a 900-as táblához. Talán bent a falon versenyző lovak előrébb látszanak, és ott ők nagyon szoros harmadik, negyedik helyen pedig Freddie Mercury színei tűnnek föl, amikor a lovak most már lassan beérnek majd a körpályára. Vezet Spittes, Spittes egyértelműen elől van, mellette pedig ott van Kőr is, a Szites, Kőr is van, Markus, Freddie Mercury és kívül pedig Prana, ők jönnek egy kicsit hátrébb a vezető lovaktól. Kőr is vagy Spittes kettőse, most már két-három hosszal elég meggyőzően vezet, vezeti végig a fal Spittestet, Spittest vezet mellette, Kőr is van, Spittes, Kőr is van, jön Markus és jön Freddie Mercury, ez a négy ló fogja eldönteni a versenyt, és Prana is nagyon közel van, ő is még fölállhat a dobogóra a kismezőny ellenére, nagyon színvonalas a küzdelem, Markus nagyon erősnek tűnik, és Kőr is van, elindult időközben Freddie Mercury, nagy-nagy küzdelem a végén, az utolsó méterek fognak dönteni, Markus fog győzni, Markus megnyeri a versenyt, Freddie Mercury mögötte a második. Start elindult a nap második futama, gyengén kezdett Zagenhaft, ez meglepetés, nagyot kell majd dolgozni a végén, hogy ledolgozza a hátrányát, az jól együtt galoppozó mezőnyt pedig vezeti Olshug. Olshug az élen, mögötte pedig gitáros F színeit látom, Olshug gitáros F, Jiffy's Music jó pozícióban, kívül pedig Ramses színeit tűnnek föl és megy fel a vezető ló mellé, és nagyon-nagyon nagy tempóban zárkozik Zagenhaft, gyenge startja után már ott van a középmezőnyben Bistroy és Nice Sunny a mezőny végén, amikor a lovak már a kanyarban vannak. Még mint egy jó 600 méter van hátra a versenyből, és könnyen kézből galoppozik Olshug az élen. Olshug előnye egy hosszra tehető mellette galoppozó Ramsesszel szemben. Olshug, Ramses és Jiffy's Music. Ez az első három lósorrendje. Már ötödik helyen van Zagenhaft, amikor a lovak jönnek most már a befutó egyenesre. Vezet még mindig Olshug. Olshug az első, és Olshugnak növeli az előnyét. A 400-as táblánál két-három hosszra most már vezet Olshug. Olshugot az istálló forma is segítheti. Olshug folyamatosan távolodik a többiektől. Olshug biztos győzelmet fog aratni, Olshug nagy győzelmet fog aratni, a helyezésekért lesz némi küzdelem, Jiffy's Music lehet majd mögötte a második, Olshug az utolsó 100 méteren is nagyon meggyőző, Havlik végig lovagolja, ez egy jó forma lesz, Olshug elszórja a nyeretlenek versenyét, Olshug fog győzni, mögötte Jiffy's Music lesz a második, és a harmadik helyre megérkezett Pesti Angyal.
Start elindult a futam, Szulejmán kap gyengén lábra, összességében jó startot látunk az Önz Brahi lánya a mezőny második felében, de nagyon sok van még hátra a versenyből. Dimenzió az, aki vállalja magára a vezetés, és Ford Mustang most helyből gyorsnak tűnik, Ford Mustang és Dimenzió az első két ló sorrendje. Hóvirág, a régen látott Hóvirágot Varga Zoltán ott tartja, negyedik, ötödik pozícióban. Jön Bombon, és ott van a vezető lovak mögött, Imperial War. A lovak már az ezres táblát elhagyták, és három ló fejfejt galoppozik. Vezet a falon Dimenzió, mellette Ford Mustang, kívül pedig jön Bombon és Ifjafejes Lajos. Bombon most már átveti a vezetést a szoros harmadik helyen, továbbra is ott van Ford Mustang, és csak mögöttük Imperial War a legnagyobb kedvenc. Nagyon ki fog sodródni Ford Mustang, nem akar befordulni Ford Mustang, de elég nehezen fordul egyébként Kikerics is, így aztán a falon maradó lovak hárman maradnak, és ők dönthetik el talán ezt a versenyt. A 400-as táblát még mindig Dimenzió ért el. Dimenzió könnyen kézből galoppozik, Dimenziót megtámadja Imperial War. Dimenzió nagyon könnyen jön, Dimenzió növeli az előnyét, Imperial Warból pedig hiányozhatnak kilók, mert Dimenzió könnyedén fogja őt elszórni. Dimenzió a távolstopon belül nagyon magabiztos. Dimenzió, Imperial War, ez az első két ló sorrendje. A harmadik helyre jön majd Kikerics a végén. Nagyon könnyen győz Dimenzió. Imperial War mögött a második, és a harmadik pedig Kikerics. Start elindult az 1600 méteres német Ferenc emlékkupa, jól sikerült az indítás az egész mezőinek, és Rommel Benkő Ádámmal vette a legjobb startot. Elég külmótos a tempó, és Shakespeare-t is fogja tőle venni a vezetés, mögöttük pedig Candy színeit látom. Jól együtt galopozik az egész mezőny, My Fairy van egy picit kiszakadva, amikor a lovak a túlsó oldalra fordultak. Most már annyi a változás, hogy Shakespeare vezet Fülöp Adriennel. Shakespeare és a Rommel között piros sapkában kökény, és Varga Anita színei tűnnek föl, és most már egyértelműen gyorsulni fog a tempó. A mezőny végén még mindig My Fairy abszolút fárásra fog őt lovagolni lovasa. New Gift is lemaradóban van, a középmezőny tagja Candy, illetve Schnell. Visszaveszi a vezető pozíciót időközben Rommel Benkő Ádámmal, Shakespeare a nagyon szoros harmadik helyen, és kökény az, aki Varga Anitával próbálja átvenni a vezető pozíciót. Az ezres táblát most már elhagyták a telivérek, és továbbra is vezet Rommel a startóta, Rommel mellette kökény. Rommel, kökény, a fáradó Shakespeare, az ő helyére pedig jön föl majd Schnell, már erősen kell Candyt is lovagolni, a mezőny végén New Gift, és hát nem nagyon akar elindulni My Fairy. A lovak lassacskán most már a befutó egyenesben járnak, és vezető kettős továbbra is békésen galopozik egymás mellett, Rommel, illetve kökény. Rommel, kökény, mind a kettő könnyen kézből jön, szép küzdelmet vívhatnak majd az utolsó 400 méteren. A 400-as táblát elhagyva most már kökény vezet Varga Anitával, de Rommel nagyon szépen jön, nagyon nyugodtan lovagolja őt, Benkő Ádám, ennek ellenére most már kökény elől van, sőt, kökény tudja növelni is az előnyét. Kökény és Rommel, jön az utolsó 200 méter, és Schnell is bejelentkezett, Schnell szerezhet egy győzelmet, Dexter Virginia, Shakespeare pedig megint elindult kívül. Micsoda verseny itt az utolsó métereken, Schnell nyerheti a versenyt, My Fairy is a világ végéről megjelent, Shakespeare pedig fölmasíroz a második helyre. És start elindult a 2000 méteres verseny. Ez a Diós Pusztai díja napi főverseny, és egy tökéletesen sikerült indítást látunk, és Akaba vállalja magára a vezetés mögöttet, All Yours elég erősen púlózik, most sem túl gyors a tempó, így aztán Tábortűz is igen-igen erősen púlózik ott lovas a kezében, jól együtt az egész mezőny, Radio Gaga sodródik kívülre, egészen kívül fog fordulni, Akaba pedig uralja a mezőnyt, és ő diktálja a tempót. Akaba tehát az élen, mögötte pedig Golden Journey színei tűnnek föl. Akaba, Golden Journey, és továbbra is csak kentrézik a jó erőkből álló mezőny, erősen púlózik Tábortűz továbbra is, Helikónia érkezik meg a frontba, és talán Helikónia feltűnése egy kicsit majd gyorsítani fog ezen a tempón. Mögöttük All Your színeit látom, majd jön Black Blade, a mezőny végén Radio Gaga színei tűnnek föl, illetve Laguna. Most már azért gyorsulni látszik a tempó, amikor a lovak az ügető átjárónál járnak, és még mintegy jó 1300 méter van hátra a versenyből. Hárman fejfejt galopoznak benne a falon, Akaba, mellette Golden Journey, majd jön kívül Helikónia. Most már átvették a vezetést Maronka Gábor idomítottjai, Akaba pedig visszacsúszott egy kicsit, és mint a ritmust veszített volna, vagy növelték a tempót, inkább utóbbi növelték a tempót Maronka Gábor lovai, és egyértelműen fölgyorsították a versenyt egy pillanat alatt, és elmentek ketten Akabától is, vagy 5-6 hosszal. Könnyen kézből galopozik Golden Journey Jan Havlikkal, nagy kedvel, mellette már Helikóniát erősen kell lovagolnia Akabán lovasának, Akaba tartja a harmadik pozícióját, viszonylag könnyedén jön, és mögöttük elég jól együtt az egész mezőny, nekik azért már elég tetemes a hátrányuk.
Jönnek a lovak most már a befutó egyenesre, és jön Golden Journey vezetésével a mezőny. Golden Journey könnyebben jön, mint Helikónia. Helikónia ennek ellenére óriásit fog küzdeni, és elindult Akaba. Akaba elindult jó szokása szerint, és megtámadja most már a vezető Golden Journey-t. A távoztaphoz értek a telivérek, és a top favorit Akaba most már fölmegy Golden Journey mellé. A top favorit, a top súly cipelő Akaba most már elő van. Golden Journey azonban visszatámad. Akaba top súlyjal is realizálja jó esélyét. Akaba újabb versenyt fog nyerni. Akaba megnyerte a Diós Pusztai díjat. Golden Journey mögötte a második, harmadik pedig Helikónia. Start elindult a nap utolsó futama, és Maxima 9 éves kanca vette a legjobb startot, mögötte pedig részcsengő színeit látom. Leona Profi is nagyon jól kezdett, összességében jól kezdett az egész mezőny. Három ló van kiszakadva, többek között Szendergés, illetve ki van szakadva Kuperta és Olaj, és Olajágnak van néhány hosszas hátránya a többiekkel szemben, de most már Olajág úgy tűnik, hogy utolérte a mezőnyt, az élen pedig nincsen változás, Reménység megy föl Leona Profi mellé. Leona Profi, Reménység, és úgy látom, hogy a részcsengő kezd kicsit visszacsúszni, az ő helyét veszi majd át a följövőben lévő Kővirág, Kővirág mellett pedig programozó színeit látom, Maxima pedig visszacsúszott a középmezőnybe, a középmezőnyből pedig majd Niki jön majd előrébb, vagy jöhet majd előrébb Nagy Tamással. Leona Profi nagyon magabiztosan vezet, és könnyen kézből galopozik, amikor a lovak most már jönnek a befutó egyenesre, most már egyértelműen elől van Leona Profi. Leona Profi 3-4 hosszal vezet, Leona Profi az első, mögötte Reménység, és Nikének lehet majd jó momentuma, fölállhat majd a dobogóra, ott részcsengővel csatázhat majd a harmadik helyért. De úgy tűnik, hogy Reménységet is megfoghatják a többiek, Leona Profitól azonban ezt a győzelmet már nem lehet elvenni, Leona Profi a távolszopon belül növeli az előnyét, Leona Profi és részcsengő, óriási küzdelem a végén a helyezésekért, mert jön Maxima is a végén, megérkezett Olajág is a végén, Leona Profi megérdemelt nagy győzelmet arat, részcsengő mögött a második, és nagyon úgy tűnik, hogy a harmadik helyezést Olajág szerezte meg.